A 20. 21. század számtalan traumájának és változásának sorába tartozik sok ezer európai település megszűnése, vagy máig tartó haláltusája. A falvak kihalásának, felszámolásának sokféle, legtöbbször társadalmi, politikai, ritkábban természeti okai vannak. A Janus Pannonius Néprajzi Múzeum legújabb kiállítása erre a jelenségre hívja fel a figyelmet. A kiállítás címe Atlantis kis világok, és így talán első körben azt érdemes róla tudni, hogy ez egy nagy nemzetközi projektnek egy része. Öt hasonló témájú kiállítás készül. Ez a magyarországi, ez az első, tehát mondhatjuk úgy, hogy a projektnek most ez az ős bemutatója. Lesz majd egy horvátországi, egy romániai, egy szerb és egy szlovén kiállítás is. A megnyitóra érkező vendégek megtöltötték a múzeum egész épületét. A képek 2024 tavaszán egy több ezer kilométeres út alkalmával készültek, csak úgy, mint a hangfelvételek, amelyek alapján a kiállításokat kísérő hanginstallációk. Ebből egy elég klasszikus megnyitó lesz. Többen köszöntik a kiállítást. Én röviden elmondom, hogy miről szól a projekt, mit lehet látni a kiállításban, és Rozs Tamás zeneszerző, illetve zenész fogja kísérni a játékával a megnyitót. Utána meg pogácsakor, tehát egy elég klasszikus megnyitóra várom. A magyarországi kiállítás alapját képező kutatásokat egy újvidéki történészkutató, a Pécsi Tudományegyetem kutatói és a Budapesti Néprajzi Múzeum munkatársa végezték. A kiállításon a Tolna megyei Dolina, a Baranyai Korpád és Gyűrűfű, az Észak-Magyarországi Dereng és a Vajdasági Terján történetei láthatóak. A kiállítás Pécsen a Néprajzi Múzeumban 2025. július 1-ig megtekinthető.